most már 11 éve foglalkozunk vele, ezért gyakorlatilag egy rövid átjáró próbával szoktunk általában a fellépésekre készülni, de amikor kezdtük az ászlóforgatást, az ászlódobálást, akkor majdnem 100 próba tellett bele, mire minden trükköt kísérleteztünk, begyakoroltunk. Hát az volt munkaidő igényesebb most már azért, mivel a csoport nagy része nagyon rutinos és régóta dolgozunk együtt, ezért most már nem olyan sok időt fordítunk rá. Én vagyok az együttes vezetője, én készítem a koreográfiákat. A zenei anyagot direkt egy kicsit modernebbre, indulókra, illetve 20. századi zenékre építettük, mert egyébként ez az ászlóforgató hagyomány, ez egy itáliai hagyomány, és nem akartuk lemásolni az ő több száz éves hagyományokat. Ők élőzenére, dobokra dolgoznak, mi pedig direkt egy ilyen történelmi jellegű, de mégis inkább modern show típus, stílus képviselünk, és hát ezt próbálom én a lehető legmagasabb színvonalon kidolgozni. Úgy láttam, hogy lelkes volt a közönség, hát ugye sajnos a rossz idő egy picit úgy látom, hogy visszatartotta az embereket attól, hogy nagyon sokan legyenek, de úgy hallottam, hogy tegnap rengetegen voltak. Remélem, hogy kettőre, amikor a következő bemutatónk lesz, többen lesznek, és akkor egy hosszabb, én remélem, hogy még látványosabb produkciót fognak tőlünk látni, és hát még egyelőre nem sütöttük el a leglátványosabb koreográfiákat, ez valóban csak egy bevezető volt. És hát talán még annyit szeretnék elmondani, hogy nem csak egy ilyen nagy zászlót, amit a kezemben van, ilyet használunk, hanem egy kisebb méretűt, illetve egy olyan lobogót, egy olyan zászlót is használunk, aminek mindkét végén van, és azzal is különleges produkciókat tudunk bemutatni.